A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, a köztér vendége Földi Zoltán, a 10. számú választókörzet önkormányzati képviselője. Köszöntöm itt a stúdióban. Kedvicsokom, jó napot kívánok! Hát a beszélgetésünk azért van, mert hogy költségvetés után vagyunk, így már nagyjából lehet tudni, hogy milyen fejlesztések valósulhatnak meg mondjuk a 10-es választókörzetben. De előtte azért beszéljük meg, hogy mi minden történt az elmúlt időszakban, években a városrészben, Felsővároson. Köszönöm a kérdést. A harmadik ciklusban vagyunk, ugye ez egy 5 éves ciklus, ami 2020-ban kezdődött, 21-22 van már mögöttünk, és most a negyedik évet töltjük, és a negyedik évben gondolkodunk a negyedik év feladatainak a megvalósításában. Hát a 20-as évről sajnos nem sok mindent tudok mondani, egyetlen jelszó vagy egyetlen címszó a Covid az, ami tulajdonképpen mindenkit megállásra késztetett a világunkban, és hát ez mi itt Felsővárosban sem történt másképp. A 21-es, 22-es naptári év azért az már, arról már egy kicsit komolyabban is be lehet számolni. Hát nyilvánvalóan van egy viszonylag karcsú képviselői keret, ez a képviselői keret, ez a 6 millió forintos összeg. Ez tulajdonképpen az elmúlt években arra volt elég, Fecskeparttól a Királykútig, a lakóövezetig, az Oncsatelepig, a belső pörös régi hagyományos lakószerkezetig, ahol ha nagyon nem mondatom a kedves szerkesztőasszonyt és a kedves nézőket, de hát itt a virágágyásoktól a szemetesek elhelyezéséig, járdakorrekciókig, és különböző virágágyások megépítéséig, földcseréig, zuzalékkövek elhelyezéséig, aztán a táncházhoz is kerültek ki konténerek, aztán a Királykútra is kerültek padok, a Fecskepartra is kerültek ki padok és különböző szemetes edények. Tehát ez sok-sok olyan apró segítség a lakóknak, a kedves ott élőknek, hogy itt a mindennapjaikat egy kicsit megkönnyítsük. Természetesen nem elfelejtve a játszótereket is, például az Oncsatelepen a játszótér kialakításában is egy kicsit közreműködtünk, pihenő szusszanópadot helyeztünk el, asztalt helyeztünk el, hogy azért ne csak a lurkóknak legyen a játszó alkalmatosság, hanem a szülők is, anyukák is, apukák is le tudjanak ülni, és az asztal mellett egy kis falatozás mellett vidám perceket tudjanak megélni. Ezen kívül egy-két nagyobb beruházás is volt, mint az Agyag utcában egy körülbelül 100 méter hosszan egy folyóka építés, amely nagyon fontos volt, mert tényleg ott azt gondolom, hogy tarthatatlan állapot alakult ki, össze-vissza folyt át az úttesten a csapadékvíz, illetve hatalmas sár volt, tehát egy ilyen kisebb fajta dagonya alakult ki, ott is legalább 6 olyan egymás mellett lévő ingatlan tulajdonosnak, lakónak tudtam segíteni ezekből a keretösszegekből. Aztán persze van egy komolyabb városi keretünk, amelyből minden képviselő, területi képviselő tud gazdálkodni. Ez 40 millió forintra a 21-es évben, a 22-es évben pedig 30 millió forintra datálódott. Ezekből olyan megvalósítások kerültek ki, mint például az egyik, ami jelentősebb volt, elindult a járdafelújító program is a Kertalja utcában, a Kertalja utca forgó felüli végétől egészen a Kertalja 16-ig egy járdafelújítás történt, aztán a Kertalja forgó öblében tulajdonképpen egy zebra kialakítása történt teljes közvilágítás cserével. Itt 8 parkolóhely megépítését sikerült kialakítani, és hát kisebb járdaszakaszok még elkészültek, mint például, ha azt mondom, hogy átmegyek a Cserkész utcába, ott is egy kisebb járdaszakasz épült, tehát ilyen apró 5-10 méterek, ahol tényleg olyan korrekciók váltak szükségessé, ami már nagyon felpuposodott, nagyon töredezett volt a járda, és ezeket meg kellett építeni. Ezek tulajdonképpen a 40 és 30 millió forint ezekre lettek beköltségelve, és ezekre kerültek felhasználásra. Vannak azért nagyobb, hát legalábbis látványosabb része is ugye a városrésznek, ugye most a Móri utat újítják fel. Milyen visszajelzéseket kap így, akik arra közlekednek a lakóktól, mit tapasztalnak? Rendkívül jánoszarcú a dolog. Rendkívül módon örülnek annak, hogy a Móri 1-es szakasza elindult, és az tényleg egy fantasztikus, már több éve elhúzódó beruházás, és végre sikerül megvalósítani az 1-es szakaszt. De az a probléma, hogy ezzel párhuzamosan a Zámai utca is készül, és itt azért most elég nagy a tumultus, tehát
az emberek, az itt élők nagyon örülnek, és így a véleményeket kétféleképpen kell szűrnöm. Az itt élők örülnek, viszont akik áthaladnak, akik bejönnek, akik közlekednek, ők nem nagyon. Reggelente elég nagy a tumultus, mindenki keresi az egérutakat, de hát most ezt be kell áldozni, ezt most ki kell bírni. Mindkét utcának, mindkét útnak el kell készülnie, illetve a Móri útnak csak az első szakaszának, értem szerint a Szent Vendelkezik. A visszajelzés tökéletes. Ugye a Móri útnál faltól falig, ahogy mi szoktuk mondani, faltól falig történik a felújítás, csapadékvíztől a szennyvízig, az úttesthálózatig, a járda felújítás, tehát minden benne lesz ebben. Ez egy óriási volumenű munka, és nagyon-nagyon sok türelmet kér az átutazóktól, a városból, az agglomerációból bejövőktől, és még az itt élőktől pláne. Ugye ott most van egy ideiglenes körforgalom az Icsi-ligetnél. Igen. Ez majd állandósulni fog egyébként a felújítás után? Így van, ez egy nagyon impozáns körforgalom lesz, és annéttól kezdődően szerintem nagyon-nagyon-nagyon fogja élvezni minden autós, minden közlekedő a körforgalom adta lehetőséget. Sokkal rugalmasabb, sokkal gyorsabb, és sokkal balesetmentesebb lesz ez a mozgástér, és akkor onnétól kezdődően én azt gondolom, hogy mindenki nagyon fog ennek örülni, de hát addig ezeket a felújítási folyamatokat, ezeket a munkálatokat túl kell élni nagy-nagy türelemmel. Várható-e még körforgalom a Móri úton? Lesz még? Igen, várható még egy körforgalom, még hozzá fent a Szent Vendel köznél, és ott szintén egy körforgalom lesz kialakítva. Ugye ott három szociális lakás volt egymás mellett, több házanként. A város az elsőt, a Móri út mellett itt párhuzamosan legközelebb lévőt lebontotta, elbontatta. Itt nyilvánvalóan abból az aspektusban, abból a szemléletmód alapján, hogy ez a terület tulajdonképpen kell arra, hogy a körforgalom tökéletesen elférjen, és itt tökéletesen megépíthető legyen a körforgalom. A Kiskút útja is átalakul. Most mi a helyzet? Mennyire közlekedhető? Mi minden valósult meg? Vagy most hol tartunk? Most gőzerővel folyik az aszfaltozás, ez a Havranek köztől lefele, egészen ki a Kiskút útja fele. Nagyon impozáns lesz, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örülök neki. A legnagyobb érdem itt az, vagy a legnagyobb érték az lesz, hogy közvetlenül, hogy két sáv, ami ugye autósoknak, értelemszerűen két sáv a bringásoknak, és van egy járda. Ennek nem tudok eléggé örülni, hogy végig járda lesz ki a parkcenterig, és akkor onnétól kezdődően tényleg biztonsággal ki tudnak az emberek gyalogolni, akár ki tudnak sétálni, illetve akár a babakocsival is el lehet sétálni. Jó idő esetén egy kis levegőzés, egy kis totyogás, és ezt egy teljesen közlekedés biztonságilag egy tökéletes kis út épült. Nagyon előre haladottak a munkálatok, nagyon jól haladnak a munkálatok. Én azt gondolom, hogy itt egy pár hónapon belül akkor itt mindent át lehet adni, és akkor itt tényleg tud örülni ennek a lakosság. Illetve hát nem csak az itt élők, hanem értelemszerűen mindenki, aki használja a város útjait. Mi a helyzet a felsővárosi iskolával? Köszönjük szépen, jól vagyunk. A felsővárosi általános iskola jól van, meg vagyunk, hát a beiskolázáson túl vagyunk, ami azt gondolom, hogy minden oktatási intézmény életében egy nagy mérőpont, egy nagy megmérettetés. Most is összejött szépen a két első osztályunk, egy A osztályunk a német nemzetségi osztállyal, egy B osztályunk pedig egy angolos osztállyal fog indulni. Ez óvatos duhajként mondom, csak hogy egy emelt angolos óraszám, és ebből adódóan, hogy szépen alakulunk ezzel a 380 gyermekünkkel. Ugye egy 16-an termes iskoláról lévén szó, többen mi nem is tudunk lenni, falakat szétnyomni nem lehet, de ez így bőven jó, mert ez a családiasság, ez a családias közeg, ez nekünk már 20 éve bevált recept, és akkor így szépen megyünk és éljük a mindennapjainkat. Nem olyan régen adták át a tájházat Felsővároson, amit szerintem azóta azért sokan iskolások látogatnak, de mi mindenre használható ez a tájház? Miért jött létre annak idején? Egy fontos gondolat volt annak idején az idősebbektől, a felsővárosi lakóktól, hogy a tájház az olyan formában és olyan gondolatformájában induljon el és jöjjön létre, hogy itt egy húzás értékeket fel lehetne vonultatni és be lehetne mutatni. De aztán ez a gondolat elvetődött és kisöpördődött a fejekből, a gondolatokból, mert rájöttünk arra, hogy hát az tulajdonképpen csak egy berendezett mauzóleum szinten működhetne, és akkor az embereknek ez igazából már nem tudják a mindennapjaikat, nem tudnák itt élni. És akkor ebből adódóan nem is tájház lett már a neve, hanem ugye most már alkotóház, és alkotóházként működik, alkotóház név alatt funkcionál.
és ebből adódóan így nem lett bezsúfolva a falai közé rengeteg kegytárgy, rengeteg múltat őrző emléktárgy, hanem pusztán csak egy olyan szolid puritán berendezést kapott, amely mellé, ahova le lehet ülni, ahol lehet tevékenykedni, lehet alkotni. A népművelők a különböző programjaikat a naptári év szakában megtartják, és a különböző rendezvényeket a gyermekprogramoktól a nyugdíjas programokig megrendezik. Ez most az utóbbi egy évben futott fel igazán, illetve úgy érzem, hogy ez most fog inkább elvelendülni és elindulni, mert hát azért az a fránya Covid ez az első időszakban, amikor az alkotóház tulajdonképpen átadásra került, abban a pillanatban egy képletes lakat is került az ajtóra, mert egyszerűen nem lehetett megtölteni élettel. És most, hogy az emberek egy kicsit kiszabadultak, és az emberek fellélegeztek, és az emberek elmerik hinni azt, hogy újra lehet közösséget teremteni, újra lehet közösséget alkotni, egyre bátrabban jönnek, és egyre bátrabban megjelennek. A Covid utáni 21-es naptári év is nagyon óvatos volt, nem nagyon tudtak beindulni a közösségek, nem nagyon indultak el a közösségek. A legbátrabbak a nyugdíjasok voltak. Tényleg minden tiszteletem és becsülettel tudom ezt megfogalmazni. De a fiatalabb korosztályok, generációk egy kicsit visszafogottabbak. Persze emellett a rohanó életmód mellett nyilvánvalóan érthető, hogy az embereknek már nem nagyon van ideje arra, hogy a család, a munka és egyéb minden kötelező feladatok ellátása mellett hú, de nagyon nagy közösségi életet tudjanak élni, de azért most már az látszódik, hogy formálódik, hogy azért a családok megjelentek a gyermekprogramokon, és akkor egyre inkább látszik, hogy a fiatal generáció is birtokába veszi az alkotóházat. Mik a tervek a Kodolányi János gimnáziummal? Ezt talán a Bölcsváros vezető kollégám, dr. Cserpakovics András polgármester úr tudná igazán megfogalmazni. Ugye jelen pillanatban elképzelések vannak az intézmény felújításával kapcsolatban. Azt tudom mondani, hogy az előzetes tervek, amelyek megfogalmazódtak, az egy nagyon impozáns felújítást jelentett volna. Egy nagyon impozatív intézményé válna, és azt gondolom, hogy fog is válni, de én azt gondolom, hogy a következő egy-két évben mindenképpen itt azért, és itt most nagyon óvatosan fogalmazok, következő egy-két évben én azt gondolom, hogy itt újragondolás történik, mint költségvetés szintjén, mint oktatási szempontból, hogy az intézmény hogy is fog kinézni, és hogy is fogja önmagát majd megmutatni a jövőben, de ez egy újragombolás kíván szerintem a történetben. Milyen kérések fogalmazódnak meg a lakosság részéről az ön irányába? Tehát, hogy milyen megoldásra váló problémák vannak még így a városrészben? Nagyon sok. Nagyon sok. A legkomolyabb probléma az talán már évek óta húzódik, és polgármester úrral keressük is a megoldás lehetőségét. Ez a belvíz problémája, a csapadékvíz problémája. Ez jelenti az oncsatelepet teljes mértékben, a vízelvezetését, jelenti a Tompa Mihály utcát, és ez egészen tulajdonképpen egészen az Attila utcáig lehúzódik. Itt az Ond utcának a problémája is nagyon komoly. Itt egész a Koppány utcát is jelenti, a Koppány utca vízelvezetését is jelenti. Ugye a Berényi elkészült, a Berényi út rendben van. A Csutora is elkészült, és a nagy A00-as gerinc az egészen feljött a Koppány Csutora sarkáig. A Koppány Csutora sarkáról most el kellene indulni fölfele a Koppányon, át fel a Tompára, és a Tompáról be kellene fordulni az Oncsatelepre, egészen fel az Agyag utcáig, a Határ utcáig, és ezt tulajdonképpen itt ezt a gerincet ezt meg kellene építeni. Ez az, ami nagy problémát okoz. És tetézi a problémát, és tetézi a gondot az, hogy változik az időjárásunk, egyre inkább tapasztaljuk és kapjuk ezeket a hatalmas vízmennyiségű monszonszerű esőket, amikor több száz hektoliter zúdul le az égből, és ezek az árkok, ezek a csapadékvízelvezető árkok, vagy ez a régi rendszer ennek a megoldását, ennek az elnyelését, elvezetését abszolút képtelen megoldani, és ebből adódóan nagyon sok probléma van. Most az a nagy feladatunk polgármester úr vezetésével, hogy a következő években megtaláljuk azt a fajta bázist, azt a fajta anyagi hátteret, amellyel mielőbb ezt a problémát orvosolni lehet, és hát ezt orvosolni is kell, mert nagyon komolyak a gondok akkor, amikor van egy felhőszakadás. Többször személyesen is voltam kint, és hát láttam sajnos a kétségbe esett polgárt és a kétségbe esett lakót, sőt, még balesetet is volt szerencsém látni a megtévesztő nagyon mély vízmennyiség miatt,
hogy ez minél előbb megszűnjön, és ez a probléma megoldódjon. A másik probléma az a Gugásvölgyi utcabeliek problémája, amit én most bátran elmondhatok. Ez a Jiszk áruház előtti kis párhuzamos bevezető szakasz. Kaotikus állapotok vannak. Egy nagyon széles terület, de nincs igazán határok közé szorítva egy úttest lehajtó, behajtó, felhajtó sávval, és mindazok által pedig ennek a területnek egy jó része nem is aszfaltos, csak egy murvás, zuzalékos terület, és hát boldog-boldogtalan össze-vissza vezet, pláne ha parkol, teljesen rossz üzemmódban, és hát itt azért párszor elgurul a gyógyszer. Most ebben az évben már a Gugásvölgyieknek tudom mondani, hogy ebben a naptári évben a közlekedési iroda elkészíti a tökéletes tervet, ami alkalmas lesz a magyar közútra kihajtani, vagy a magyar közút útjára kihajtani, felhajtani, behajtani, tehát minden formációt most próbáltam mondani az igekötők segítségével, és akkor ez elkészül, ez a terv, és megígérem, ez visszanézhető, hogy 24-ben ezt a bevezető szakaszt már mindenképpen meg kell építeni. A Gugásvölgyiek egy belső egyoldalas kis utcában élnek, de ugye itt a Jiszk áruházon kívül még egy-két olyan kereskedelmi cég van, amely értelemszerűen vonza a vásárlót, ezáltal a vásárló parkolóvá, parkoló emberé lesz, közlekedő emberé lesz, és ez a pici utca az itt élők számára kissé élhetetlen, kissé nagyon élhetetlen, és ezt mindenképpen szeretném segíteni, meg orvosolni. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt itt a Köztér stúdiójában, és egy kicsit jobban ráláthattunk most akkor így a 10-es választókörzetre. Én is köszönöm a meghívást, Kezdjük sokan viszontlátásra. Kedves nézőink, a Köztér vendége volt Földi Zoltán, a 10-es számú választókörzet önkormányzati képviselője. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.